Sziasztok, de Simsologist vagyok, ez pedig itt egy újabb speed build, és ahogy ez mindig is lenni szokott, most is építettem egy házat kizárólag a legújabb kiegészítő és az alapjáték elemeivel, a legújabb kiegészítő pedig most a Sims 4 Snowy Escape Expansion Pack, ami egy japán inspirált a pack, szóval valami ilyen házat próbáltam készíteni nektek, de azt kell tudnotok rólam, hogy nem igazán vagyok jó a különböző kultúrákban, nem annyira ismerem őket, elég alaposan ahhoz, hogy magabiztosan tudjak építeni az adott kultúra építészeti stílusával, stb. stb. És igazából nagyon érzékeny téma az ilyesmi, mert hogyha véletlen valaki megnézi, aki nagyon ért a témához, az rájöhet, hogy hol hibáztam, milyen problémák merülnek fel a házban, és nem akarok senkit megsérteni, de ez nagyjából egy japán stílusú ház akar lenni, nem merem azt mondani rá, hogy az, mert még a végén ki fog derülni, hogy nem. Viszont végeztem egy kis kutató munkát azért, és azt is tudnotok kell, hogy ez egy létező ház, úgy egyébként ráadásul Magyarországon létezik, ami egy kicsit ellentmondásosnak hangozhat most, hiszen japán házat szerettem volna építeni, de képzeljétek el, hogy Pilisszántól létezik egy japán üdülő, nem tudom, ismeritek-e, én csak így most találtam, és ott vannak ilyen menő házak. Ezt a házat egyébként Juhász Dávid tervezte, úgy hívják a tervezőjét, és fenn vannak interneten a látvány tervei, és az alapján készítettem ezt el a Sims-ben, szóval ez egy létező ház és mosom kezeimet, hogyha ez nem felel meg a japán sztenderdeknek. Természetesen a belsejét azt én alakítottam ki. Egyébként az alaprajz is megtalálható az interneten. A kis üdülőháznak az alaprajza, de én nem tartottam kivitelezhetőnek nagyon a kis házikomban, úgyhogy ezen egy kicsit módosítottam. A ház egyébként pici, tudjátok, hogy mindig, amikor ilyen házat építek, tehát ilyen limitáltat, hogy alapjáték és valami, akkor általában pici házat építek, mert sokkal egyszerűbb berendezni ennyi dekorációból egy kisebb házat, mint hogyha valami hatalmas kúriát kéne berendeznem, 70 szobával, stb. stb. Szóval ilyenkor általában ilyen egy hálószobás, pár fürdőszobás házra kell számítani. Esetleg, hogyha van valami gyerekszobás elem a pekben, akkor bele szoktam rakni egy gyerekszobát is. Szóval ez is egy ilyen kicsi kis házikó lesz. Van benne két fürdőszoba, egy nappali konyha és egy fenti hálószoba, ami nincsen elzárva a többi területtől igazából, tehát úgymond nevezhetnénk galériásnak is. Elnézést kérek, közben a háttérben a malackáim úgy döntöttek, hogy hierarchia hajcot folytatnak a szénáért, mm, és ez lehet, hogy behaladszik. <laughs> Természetesen a háznak a külseje sem tökéletesen olyan, mint a látványterv, mert azért a Simsnek vannak korlátai egyrészt nem olyanok az arányok, mint a való életben, nem lehet annyira szabadon kiválasztani, hogy ja, itt most van 30 centi hely, itt meg mondjuk másfél méter, stb. 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 Szóval nem lehet annyira pontosan elhelyezni a berendezés tárgyakat, szóval csak úgy nagyjából úgy néz ki kívülről az a ház, mint amit a mintán láttam. Eredetileg a házból nem lehet kijönni itt oldalt erre a kis terasszerű valamire, mert nincsen korlát, meg semmi. És én úgy döntöttem, hogy ez... Elég helypazarlásnak tűnik, és raktam oda egy ajtót, de aztán rájöttem, hogy elég nehéz úgy berendezni a hálószobát ennyi ablakkal, hogy az az ajtó még ott funkcionáló maradjon, ezért végül az éházamban sem lehet kimenni arra a teraszra. Ezt majd meglátjátok a screenshotokon egyébként, mert ezt az utolsó pár simítást, hogy áthelyezem az ajtót, vagyis hát elveszem onnan az ajtót, és áthelyezem a bútorokat, ezt nem vettem föl, de ezen kívül minden látszik a Speed úgyhogy otthon le tudjátok követni, hogyha lelassítjátok a videót, bár akkor borzasztó hangom lesz, szóval én úgy tanácsolnám, hogy inkább némítva nézzétek a videót négyszeres vagy ötszörös lassításban, mert akkor fogjátok tudni lekövetni a házépítés folyamatát, de ennek ellenére természetesen a videó végére be Szúrtam az alaprajzi képeket, ami látszik a beosztás is, úgyhogy le tudjátok másolni a házat, hogyha szeretnétek, illetve elérhető lesz a galériában. A galériához az elérhetőségeim, ez kicsit olyan szó ismétlés volt, amiért elnézést kérek, megtalálhatóak a leírásban, úgyhogy ott keresétek őket. Tudtok rám keresni a nevem alapján, illetve hashtag alapján is. Itt egy kicsit szórakoztam ezzel a kis sarokkal, mert szerettem volna ide elkülöníteni egy ilyen kis kivágott sarokrészt, amiben helyezek egy fát, és képzeljétek el, hogy most bagosak az alapok, nyilván azért, mert bejöttek a platformok, illetve emelvények a játékba, és ezek egy kicsit tönkretették így az alapzat ö, működését, szóval amint kitöröltem ott ezt a kis kockát, nem kockát legyen mondjuk négyzet, bár végül is térben van. Nagyon mindegy, erről most nem fogok ezt eszmefuttatást folytatni, hogy matematikailag hogyan kéne megnevezni ezt a geometriai formát, hogy kocka vagy négyzet. De az a lényeg, hogy ahogy azt ott kitöröltem, sajnos az alap úgy eltűnt, és be lehetett látni az alap alá. Szóval eléggé természetellenesen nézett ki, ezért végül úgy döntöttem, hogy csak szimplán ott kihagyok egy nézetet, és nem kerítem körbe azokat a szerencsétlen fákat, illetve bokrokat, Úgyhogy ez most így jött ki. Nem úgy sikerült, ahogy én szerettem volna, és kicsit csalódott voltam miatt, de szerintem így is jól néz ki, úgyhogy ez már maradt így. A másik, amit el szeretnék mondani, hogy bizonyára észrevehettétek, vagy észrevettétek, hogy a háznak a hátoldalán, és itt ezen a felén nincsen ablak itt alul. És ez azért van, mert ugye pici a ház, és elég hatalmas ablakok vannak az első fronton a háznak, ami azért eléggé lecsökkenti a lehetőségeimet a házon belül, hogy milyen bútort hová tehetek, tehát például az ágyat nem támasztanám ablaknak, illetve a szekrényeket sem célszerű ablakok elé rakni, stb. stb. Szóval ezért a hátulján nincsen semmilyen ablak, ami egy kicsit kívülről furán néz ki, de én úgy gondolom, hogy ha telek elejéről nézitek mindig a házat, akkor ez nem fog zavarni, illetve hogyha háromnegyedes falakat használjátok játék közben, és mindenképpen szerettem volna használt venni a platformoknak, hogyha már vannak a játékban. Ezek nem voltak elvileg az alaprajzon, szóval az eredeti házban szerintem nincsenek platformok, illetve emelvények, nem ilyen szinteltolásos házról van szó, de én egy ilyen kis picit azért be akartam ide csempészni. A későbbiek folyamán szeretnék ezekkel többet foglalkozni, mert nagyon-nagyon érdekes építészeti formákat lehet létrehozni ezzel az eszközzel, csak mint ahogy mindig is panaszkodok nektek minden videómban, nincsen túl sok időm, és általában, hogyha van időm, akkor olyan videót csinálok, amiből gyorsan tudok nektek feltölteni valamit, például egy let's play-t, vagy egy gyors kihívást, úgyhogy nem szokott lenn... tehát, hogy nem szoktam nagyon belemerülni dolgokba, mert hosszú időt vesz el és itt jól összezavartam magam, azért akadoztam ennyire a beszéd, de remélem megértitek, természetesen igyekezni fogok azért, és szeretnék több speed készíteni nektek, mert tudom, hogy nektek is az a kedvencetek egyébként nekem is, csak nincs annyi időm rájuk, mint említettem, mint amennyit szeretnék. Egyébként a konyha az egyik kedvenc helyiségem ebben a házban, annyira szép, imádom az új bútorokat, nagyon-nagyon modern, nagyon letisztult, nagyon minimalista, Aj, simán elfogadnám ezt a konyhát egyébként. Az emelvényre most, tatamikat raktam. Nem tudom, hogy ez mennyire illik a házba, vagy mennyire felel meg a valóságnak, hogy így használják-e őket, vagy sem. Nekem ez így így tetszett, de természetesen ti tudtok rajta módosítani, hogyha letöltitek a házat, illetve nem helyeztem meg normális étkező a házban, mert már arra nem volt hely, viszont azt a kis, nem tudom, hogy hívják, azt a ami ilyen fűthető, és csak a földön ültök körülött a párnán, na olyat raktam a nappaliba, és szerintem egész jó lett. Viszonylag büszke vagyok erre a házra. Egyébként még akár el is fogadnám. Egyébként itt lent csak egy szimpla mosdó van WC-vel és mosdókagylóval. Nem vágtam ki ennek az elkészítését sem, úgyhogy tényleg abszolút le tudjátok követni az egészet. Még nem ellenőriztem, hogy kizárólag az alapjáték és a Snow Escape Expansion Pack elemeit tartalmazza-e ez a ház, de mielőtt feltöltöm galériába, ez mindenképp meg fog történni, úgyhogy nem lesz benne semmi olyan cucc, ami valamilyen kiegészítőből érkezett, és egyébként nagyon hiányzott a City living vagy Eco lifestyle ilyen kis oszlop dekoráció, vagy hát ezek a póznák, tudjátok, hogy egy egység szélességben van négy darab, keskeny oszlop. Na, az nagyon-nagyon kellett volna ehhez a házhoz, mert a látványterv szerint ott, ahol elhelyeztem a Snowys képes ilyen kis fajdekorációt az oszlopok között, ott ilyen lett volna, és nyilván sokkal jobban nézne ki a ház, hogyha tudtam volna őket használni, de sajnos nem tartalmazza ez a kiegészítő az olyan dekorációt, szóval el kellett engednem. Itt látjátok a nappal, itt próbáltam egy kis szint belecsempészni a házba, egy kis zöldet, hogy olyan szán legyen és nyugodt. Nem tudom, hogy ezt sikerként könyveljem-e el, hogy jól nézek ki -e a házba, vagy sem, minden esetre így hagytam. És egy kicsit maradt hely a tévé mögött, ami engem zavar egyébként, egy pici tévét raktam, csak be nem, nem akartam, mint nagy Úgy gondolom, hogy itt olyan szímek laknak, akik tényleg nagyon zen életmódot folytatnak, itt, kertészkednek a kis zenkertjükben, meg eszegetnek, kiszogatnak, ajszanak, olvasgatnak. Szóval nem, nem gondolnám, hogy a tévé az egy ö, központi elem kellett volna legyen ebben a házban, de ettől függetlenül nagyon zavar, hogy ott olyan sok hely maradt. Igazából nagyon sokat filóztam azon, hogy ezt a platformot egyel bejebb rakjam, mert mint magát a végét, vagy maradjon itt kint, és a konyha szempontjából jobb lett volna, hogyha egyel bejjebb rakom, mert elfér a szemetes, illetve a tévé szempontjából is jobb lett volna, mert nem maradt volna ennyi hely ott, viszont az ablakokkal meg nem jött volna ki jól, szóval így hagytam. De ez olyasmi, ami nagyon könnyen változtatható, úgyhogy ha szeretnétek, akkor arrébb tudjátok rakni. Ide felraktam azt a kis térelválasztót, mert annyira tetszett, és szerettem volna lerakni a hálószobába, de végül nem tettem meg. És ez szomorú. Sosem tudom megfelelően használni ezeket a térelválasztókat a játékban, és mindig kapunk belőlük egy csomót, és nem tudok velük mit csinálni. <laughs> Egyszerűen nem tudom őket úgy elhelyezni, hogy jól nézzenek ki. Úgy gondolom, hogy itt valami egyedül álló szim lakik, vagy hát valaki egyedül álló szim inkább úgy mondanám, nem tárgyiasítom őket, szegényeket, mert ö, nem igazán van sok hely. De azért elférnek ketten ebben az ágyban. Szerintem, mivel csak egy egységet veszek el az ágy mellől a fürdőszobával, ezért ott is be tudnak feküdni a szímek, hiszen, hogyha lerakunk egy éjjeli szekrényt, akkor az is egy egységet foglal el a ház, a ház az ágy mellett, és akkor is be tudnak feküdni a szímek. Itt látjátok, ahogy lerakom ezt a hatalmas szekrényt, és így egy kicsit blokkolja azt a lépcsőt már, mint csak látványban. Természetesen ott fel tudnak jönni a szímek, de engem nagyon-nagyon zavart, úgyhogy ezért fog eltűnni onnan az ajtó, hogy ne lehessen kimenni az erkére, és oda fogom befordítani ezt a szekrényt, mert ahogy mondtam a Build and mod kritikámban is, amit valószínűleg többen láttatok innen, nagyon-nagyon tetszik az a szekrény, és nagyon szerettem volna használni, úgyhogy ez amolyan követelmény volt magammal szemben, hogy egy ilyen szekrényt elhelyezzek ebben a házban. Egyébként az ablakokkal nagyon sokat szenvedtem, mert lentre ilyen nagy ablakokat szerettem volna, amik befedik az egész falat, és ezt az alapjátékban meg is találjuk, vagy meg is találtam ezt az ablakot, csak nem volt sem normális fekete színben, sem normális barna színben, általában problémát szokott okozni, hogy a szép új kiegészítők nehezen párosíthatóak az alapjátékkal, mert az alapjáték fa árnyalatai, meg fém árnyalatai teljesen más minőségűek, teljesen más színárnyalatúak, mint az új kiegészítők. Ugye egyre jobb minőségűek ezek a kiegek, és egyre szebb fa anyagból készülnek benne a bútorok, és sajnos az alapjáték el van maradva, és neki nagyon fakó színei vannak, nem ilyen szép, tökéletes fekete, nem ilyen szép, tökéletes éling barna árnyalatokban érkezik, úgyhogy ezzel meggyűlt a bajom, végül lecseréltem az alapjáték ablakokat, mert nem voltam képes kompromisszumot kötni. Közben látjátok itt a screenshotokat, természetesen a házban vannak kültéri kukák, van posta abban beltéri kuka kettő is, Kivételesen nem felejtettem el semmit a tűzriasztón kívül, és most már bizony vannak tűzoltók, szóval ma haszna a tűzriasztónak, szóval hogyha letöltitek ezt a házat, akkor ott helyezzetek el egy tűzriasztót, ezt így tanácsolom. De úgy gondolom, hogy ezeket a screenshotokat már meg tudjátok nézni nélkülem, és remélem tetszett nektek ez a videó. Tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók! Sziasztok!